Dr. Halmi Eszter, az Elhízás Tudományi Intézet elnöke, következő vendégem. Szép öreget kívánok, Isten hozta. Szép napot kívánok. Ugye, hát írt nekünk egy kis üzenetet, felhívta rá a figyelmünket, hogy itt ez a genetikai hajlam, illetve ugye két hát fő életmód tényezőn kívül. Itt feltételezem, hogy ez itt az egészséges étkezés, illetve az egészséges hát életvitelmozgáson kívül, azért itt egyéb veszélye is lehetnek az emberre nézve, azért itt egyéb okai is lehetnek ennek a világszintű elhízásnak. Igen, hát a világ globális méretekben elhízik, és nagyon sok szó esik most már, és azt gondolom, hogy a hazai lakosság is jól tájékozott, mind a táplálkozási, mind pedig a fizikai aktivitásra vonatkozó, és a napjainkra jellemző inaktivitással tökéletesen kezd tisztába lenni. Erről nagyon sokat beszélünk, sőt, további életmód tényezőkről is érintőlegesen beszéltünk, tehát az, hogy a megfelelő életritmus, a megfelelő időben történő alvás, a megfelelő napirend mennyire fontos, hogy a nappalok, éjszakák váltakozását tartani kell. Tehát mindazt, amit így a magatartásunkkal befolyásolhatunk, azok érintőlegesen szóba kerültek, de nem esik elég figyelem arra, hogy szűkebb, tágabb környezetünk további befolyásoló tényező lehet. És ez, amiket eddig akár a tudomány sem vett észre? Tudományos érdeklődés már a 2000-es évektől elindult a tekintetben, hogy nem csak ezek a hagyományos tényezők vannak, a genetika és hát a kedvezőtlen irányú táplálkozás, fizikai inaktivitás, hanem úgynevezett obezogén környezetben élünk, vagyis elhízásra hajlamosít a környezetünk. Ez azt jelenti, hogy mind a környezet különböző szintjei, az egészen szűk mikrokörnyezetünk, illetve hát a világméretű makrokörnyezet is befolyásol bennünket. Azt ugye halljuk, és felfigyelhetünk rá, hogy nagyon intenzív változások vannak a világban, egyrészt éghajlati, klímaváltozások, hőmérsékletváltozások, ezek is befolyásolnak bennünket, de most már nagyon sok kutatás van arra vonatkozóan, például, hogy nem mindegy az, hogy milyen földrajzi környezetben élünk, hogy most a tágabbról kezdjem el befelé a sort sorolni. Például a magaslaton élőknek érdekes módon a testtömegindexe alacsonyabb, vagy pedig akik emelkedőn, lejtőn, erőteljes domborzati viszonyok között élő népek, és hát a mozgásuk is gyakorlatilag ezen még fizikai aktivitás igénybevételével is történik, ott megint csak alacsonyabb a testtömegindex, de hogy még tovább menjek... A környezetük rákényszerít őket akár a mozgásra? A mozgásra, így van. És hogy még tovább menjek, a természetes és mesterséges környezetünk még további számos tényezője, van amelyik már abszolút bizonyítottan benne van a globális méretű elhízásban, vagy pedig hát még nem egyértelműen bizonyított, de kutatások vannak. Hogy... Például az, hogy valaki városban él, falun él, községben él, tanyán él, az például mennyire van hatással rá? Tehát mondjuk lehet mondani egy ilyen hát nagy általánosságban, mondjuk akár a városban nagyobb ennek a veszélye? Igen. Különböző felmérések erre vonatkozóan vannak, hazai adatok is, és nemzetközi adatok is. Nagyon érdekes, hogy egyrészt a városban élők, a sűrűn lakott településeknél, és a sokkal több környezeti ingert biztosító és zsúfoltabb, túlterheltebb környezet, az negatív hatással van. Vannak vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy hát azért bizonyos vírusok is, tehát biológiai tényezők is közrejátszanak ebben. Korábban voltak bizonyos egyszerű vírusokra kutatások, hogy azért ott nagyvárosokban erőteljesebben jelen van, és ezek közül van, amelyik szerepet játszhat az elhízásban. Tehát ami nem genetikai, hanem akkor tényleg egy biológiai hatás. Tehát tulajdonképpen előnyösebb, egy szellősebb, lazább beépítésű környezet. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban nagyon erős irányzatot képvisel például az épített környezet megfelelő alakítása a jövőben. Az, hogy az egészség különböző összetevőit figyelembe vegyük, hogy hogyan tervezzék a továbbiakban az új településeket, különösen hát
A városiasodás kérdése nagyon érdekes, hogy mennyire és hogyan és milyen városszerkezetek alakítsanak ki, mert célszerűbb lenne minél több mozgás lehetőséget biztosítani, valamint a kis mikrokörnyezetekben el kellene érni azt, hogy a megfelelő mozgás lehetőség meg legyen, ne kelljen utazni ahhoz, hogy a megfelelő táplálkozási környezet meg legyen, tehát be lehessen szerezni közelről és gyakran, és nem arra késztetve a lakosságot, hogy egy hónapra vásároljon be előre magának, vagy ugyanígy a sétára, gyaloglásra, kirándulásra csábító terek is ki legyenek alakítva, és akkor, ha ez vonzó és szép ez a környezet, amelyben a különböző programokat, közösségi programokat meg lehet szervezni, ráadásul szabad levegőn, akkor az kicsábítja az embereket. Azért egy érdekes kérdés lehet, például itt megemlítettük, hogy a környezetnek mekkora szerepe van. Például az, hogy valaki hova születik, hogy mondjuk a saját családjában a mozgás, a sportolás, az egészséges étkezés azért az mennyire egy fontos tényező. Tehát akkor ilyen szempontból ez nem csak egy egyéni döntés, hanem tulajdonképpen a ránk nehezedő pozitív vagy negatív nyomás is változtathat. Igen. Tehát egyszerre kell szemlélni azt, hogy mi az, amit mi magunk személyünkben tudunk változtatni, és mi az, ami adottság, és mi az, amit viszont már a közösségeknek kell befolyásolni. Például ez, amit említettünk, hogy megfelelő közösségi terek legyenek, megfelelő városszerkezetek legyenek, megfelelő közlekedés legyen kialakítva. Kvázi ösztönözze az embereket, igen, mozgás, az egészséges életet. Igen, hogy közel elérhető legyen mindaz, ami a napi élethez szükséges, és esetleg gyaloglásra csábítson, vagy kerékpározásra csábítson bennünket, tehát ez mind nagyon lényeges. Ugyanakkor azért azt is látni, hogy különböző posztereken azért egyre, itt talán pont az egyik vendégünkkel beszélgettünk is arról, hogy az Magyar Energiaita Szövetség elnökével, hogy hát azért most már mindenfajta mentes, cukormentes, laktózmentes, gluténmentes, akkor a cukor az tényleg az egy ilyen teljes negatív szereplő most már az étrendben, hogy azért látunk egyfajta reneszánszát is, akár az egészséges étkezésnek, akár a mozgásnak, tehát hogy ott van azért egy mint egy általános társadalmi nyomás már, hogy az, hogy konditerembe járunk, vagy maratonra készülünk, azért ez már egy, mint hogyha jobban jelen lenne mostanában. Igen, egyre erőteljesebb a hatás, és nagyon oda kell figyelni, hogy a testsúlycsökkentés ne egy presszió legyen, mert akkor mindjárt az ellentétes hatást váltja ki. Tehát például túlsúlyra hajlamos gyerekeknél már azt is tudjuk, hogy ha nagyon nagy a nyomás, és naponta azzal foglalkozunk, hogy kevesebbet étkezzen, és ne menjen a konyhába, ne nyúljon a hűtőszekrényhez. Tehát ha ez a napi téma, ez még erősíti a túlsúlyra hajlamos gyerekek körében a további hízást. Tehát úgy kell elérni azt, hogy odafigyeljünk, hogy az egészségünk legyen a szempont, és a gyermeket is úgy kell befolyásolni, hogy kivinni minél többféle sportra, minél többféle szabadidős tevékenységre, minél kevesebbet legyen képernyő előtt. De ezt indirekt módon, tehát indirekt módon kell befolyásolni, és nem a tiltással, mert a tiltás az sajnálatos módon a frusztrációt kiváltva, aztán még további kvázi kontraproduktív is. Így van, igen. Ez pont az emlékezét váltja ki. Mi az, ami itt a társadalmon belül ugye önöket kvázi kutatják, ugye azt, hogy hát nem csak azt, hogy a környezet milyen hatással lehet, hogy az étkezés, az értékrend, a mozgásnak a hiánya. Mik azok a fajta általános adatok, amiket itt tényleg lehet akár már bemutatni, adatszerűen bemutatni, hogy hát igen, ezek tények. Igen. Hát nem csak az épített vagy mesterséges környezetünk, hanem a természetes környezetünkben például a környezetszennyezés egy nagyon érdekes kérdés, a talaj, a víz, a levegő pollúciója, hogy bizonyos exogén anyagok, tehát külső környezeti anyagok benne vannak-e az elhízásban, és ebben van egy teljes
teljesen egyértelmű és bizonyított állásfoglalás például a hormonháztartásra vonatkozó szereket illetően, tehát ez egy megint egy külön vizsgálat tárgyát képezi, ezek egyértelműen elhízásba, de további krónikus betegségek kialakulásába benne vannak, tehát erre vonatkozóan azért most már tudunk ajánlással élni, hogy mi az, ami a szűkebb környezetünkben ne legyen, tehát telítve vannak már a háztartások, és ugye az élelmiszeripar, a mezőgazdaság, a különböző ipari melléktermékek, mezőgazdasági szermaradványok és egyebek megjelennek a kozmetikumokkal és különböző takarítószerekkel, tehát azért nagyon fontos odafigyelni, hogy minél természetesebb anyagokat válasszunk, vagy például a ruházatba ne műanyag tartalmú ruházat kerüljön ránk. Tehát ez is egy irányzat, de amire konkrétan az imént kérdezett, a társadalmi közeg, a társadalmi környezet, a közösségek is igen nagy jelentőséggel bírnak. Tehát például, hogyha erre is vonatkozóan már nagyon sok kutatás volt, hogy meghatározó az a mikroközeg is, amiben él az ember. Nem csak az, hogy milyen mintázatot tanul a családtól, hogy mik a szokások táplálkozásban, egy snackkevés, vagy pedig a mozgást illetően, hát televíziózni szeret a család szabadidőbe, vagy szeret kimenni, kirándulni együtt. Ezek is természetesen, de ezen túlmenően az, hogy milyen baráti közegben, mik annak a közegnek kik a példaképei, milyen mintát követünk, tehát ha megfelelő példaképek vannak a különböző közegekben és azokban a baráti vagy sportási csoportokban, az nagyon sokat számít. Hát dr. Halmi, ezt nagyon szépen köszönjük, és igyekszünk akkor ezekre is idefigyelni, és tényleg úgy mi is nem csak résztvevői, hanem alakítói is válni ennek a társadalomnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást!